Micsoda? Várjátok, ez titkos fal? Tökre úgy néz ki, mint egy titkos fal lenne, nem? Titkos fal. It's locked. Kecske! A francba. Petike, igen, én is még nem próbáltam switchen a Diablo-t, várom én is az OLED verziót, meg szerintem csinálunk belőle videót is az OLED-ről. Remélem, hogy tudunk szerezni a kiadásnapon egyet, és akkor azon majd megnézzük a Diablo-t. Meg össze is akarom hasonlítani a sima switch-sel, stb. Így, hogy mennyivel faszább a kijelző, meg mit tudom én, és megvárom a Diablo 2-es élménnyel az OLED switch-et. Tudjátok, nagyon szeretem azt a kurva konzolt. Úgyhogy... Na, szóval ne tegyétek függővé azt, hogy mennyire élveztek valamit, amit vásároltatok, attól, hogy ki szereti és ki nem szereti, szerintem. Na most jön, hogy látjátok, itt teleport van. Basszatok a világra, örüljetek annak, amit választotok, használjátok egészséggel, okozzon örömöt, ha már pénzt adtatok érte. Miért ne határozzon meg azt, hogy ki mit szól hozzá. Nekem tudjátok, ismertek már engem jól, nagyon sok éve. Olyan sok éve, hogy van, akinek a legjobb barátai nem ismerik olyan régóta, mint amennyi ideje ti ismertek engem. Nagyon jól tudjátok, hogy milyen happy-eim vannak, meg milyen dolgokat szeretek, meg miket gyűjtök, meg miket nem gyűjtök, meg milyen fasságokkal foglalkozok. Gondoljatok arra, hogy amire én költöm a pénzem olyan szinten, hogy ugye a magam szórakoztatására, azt az emberek nagy része gyerekesnek találja, feleslegesnek, nevetségesnek. Most különböző kategóriai dolgokról beszélek. Nevetségesnek, bohóckodásnak, rongyrázásnak, stb. Úgyhogy ha én is azt kutatnám állandóan megállás nélkül, hogy mások mit szólnak ahhoz, amit én vásárolok, akkor gyakorlatilag soha nem lenne semmi. Én nehezen foglalkoztam. Baszatok rá. Én azt mondom, hogy nyugodtan szarjátok le. Unique drop. Ez az. Igaz, nem nekünk való, szokásos, de legalább unique drop. Öcsém, úgy kidodzsoltam azt a fireballt, bassz meg. Érted? Kiégett a szört a fülemből, de akkor is megvett. Milyen bencéje van ennek a jó embernek? Jóféle. Jóféle. Na mindegy, szóval értetek, miről beszélek, hogy nem kell ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Élvezzétek a dolgokat. Ami boldoggá tesz, amit szerettek, ezzel foglalkoztok. Ha neked, ha téged a Civic tesz boldoggá, akkor legyél boldog vele. Egyébként. És örülj neki, hogy nem lehet csak úgy vásárolni olyan szöges lófaszt, amit ki lehet húzni az útra. Mert ha lehetne, akkor nekem már lenne. És a híradóban is benne lettem volna miatta. Orpheus? Mi a faszom az az Orpheus? Az egy bolt? Más helyre kell rakjam a csetet, bazd meg. Majd kitalálom. Jó, na, menjünk Andarial felé. I sense demonic
Vigyük a sárga cuccokat, amennyit tudunk. Hogy legyen pint. Jaj, az az Orpheus! Ja, hát azt nem tudom megvásárolni. Igen, de azt venném. Azt venném. Viktorka, szép napot neked is. Szevasz, kösz szépen. Fold jazzin. Nekem azt ott fold lenne, és nem tartom amúgy gimmicknek. Mondom, régi, tehát hosszú idő óta ez az első dolog, ami igazán tetszik. Megnéztem csak. Mi lehet az? De ja, van, aki horgászatban, van, aki vadászatban, valaki bármilyen gyűjtőszenvedélyben, aki már a haverom, ha gyűjt valamit. Tök mindegy, hogy mit. Új, ez nem jó. Ezek nagyon gyorsak. Tehát most érdek, akármiben fektethetitek a szabadidőt, kinek mi a hobbija? Hála Istennek én is ismerek nagyon sok elmebeteg ember. Hála az égnek, nekem nagyon nagy szerencsém volt igazából abban a szempontból, hogy, hogy nem vagyok egy nagyon zárkózott ember, és ezért már nagyon-nagyon fiatal korom óta ugye szórakozó helyeken mindenhol elég sok jó haverom lett, meg csak simán különböző fajta emberek, akiket ismerek, akik tényleg baromi sokan vannak, és nagyon sok van közülük, aki olyan arc, akinek még nagyobb ismerettségi köre van, és így sok tapasztalatot tudtam szerezni azzal kapcsolatban, hogy milyen fajta emberek vannak, mit csinálnak, hogyan. Sok mindent ki tudtam próbálni, aminek a létezéséről se tudtam így hobbi szinten, stb. És ezek így jó tapasztalatok voltak, és ezek mutatták meg azt, hogy igazából annyiféle fajta ember van. És azzal van a legjobban egész életemben, hogy nem tudok mindenféle lenni. Pedig tökre lennék. De én is egyébként talán azt gondolom, hogy, hogy nekem talán a legnagyobb az érték, vagy a legnagyobb érték így, ami a személyiségemet a legjobban alakította, az a rengeteg ember, akit ismerek. Vagy akikkel így kapcsolatba tudtam lépni így az évek alatt. Nekem az nagyon hasznos volt. Nem azért, mert tudjátok, valamilyen különleges lehetőséghez jutottam miattuk, vagy ilyesmi, egyáltalán nem erről van szó, hanem egész egyszerűen a maga, mint információ, hogy megismersz valaki mást, megismersz egy másik szemléletmódot, stb. Azok már jó dolgok. Tanika, köszi szépen az 55 hónapot! Látjátok, mennyivel jobban bírja a gólem? Na, mikor leszpónoltam, azt most nem akar meghalni. Teleport, fúk! Mizsőd a test szex van ott, te jóságos ég! Egymáshoz dörgölőznek! Az XP meg csak pölög! Gyönyörű szörándok voltak. Defender? Az minek a csoda neve? Gondoltam. Ilyen jó lenne egy olyan skill-es ring, nem? Champion! Jó, vannak társasjáték gyűjtő emberek is. Igen. Na mindegy. Szóval ezek ilyen dolgok. El kell engedni az ilyen hülyeségeket, srácok. Ki mit gondol? Wow! Na ez ilyen majdnem halál. Ez a baj, hogy látjátok? Ez itt egy choke point. Most így konkrétan. Ki kell szedni őket valahogy onnan az ajtóból, mert ez így nem sikerült túl jól ez a engagement, hogy úgy mondjam. Meg kellene próbálni behúzni őket idáig. Így. Bejövünk a sarokba, és akkor ezzel húzzuk őket közelebb. Ugye az ajtóban max 2-vel tudnak, ha
menni. Aha, közben nekünk kell egy Super Mana Potion, meg mondjuk egy Greater Healing. I can't tell you anymore. Impossible. Jó. Vigyük ezeket haza. Stay a while and listen. Everyone, köszi szépen. Danika, még egyszer köszi az 55 hónapot. Na nézzük, ez a 12 to life, az nem rossz. Shadow Fang, azt mondja. Unique Longsword. Cold Damage, Light Radius, Cold Resist, Enhanced Damage. Nem rossz, nem rossz amúgy, de annyira nem. 16 to Energy. Anyu. Anyu help. Az durva tudsz. Bonyi Fett, köszi az 56 hónapot. Nagyon köszönjük szépen. Várjátok, már volt valami ebbe a szarba. Ja igen, ez a kupak. Azt el kéne adni, mert van már ugyanolyan kupakunk. Eladjuk a genyóba, meg megjavítjuk a Pancelus választ. What you need? Hoppá. A plusz 55 mana se rossz, de a... az energy az baszlóbb. Na jó. Szóval hamarosan Andariál és Aktend lesz, srácok, úgyhogy lehet tippelgetni Nightmare Andariálnál, hogy fog alakulni a Summon Necro. Ó, baszd meg! Gyertek be! Na, gyerünk, gyertek be! Gyertek már be azon a kurva ajtón, a faszomba ez az! Úristen, itt vannak bent a csontvás harcsok, a gólemen meg kint rejszol szerintem az ajtó előtt, hát beszarok. Na mindegy. Hadd rejszoljon akkor ott. Imdev, köszi a 7 hónapot! Jéj! Jó, itt nem volt ajtó, akkor itt megyünk keresztül és balra. Hiányzik egy csontim? Tényleg? És honnan? Honnan hiányzik a csontim? You are missing a boner? Ez az a poén? Mert az persze. Nyilván. Az mindig hiányzik, ugye? Hú, bassz meg! Hú, bassz meg! Bassz meg! Jó, nagyon nem jó! Nagyon nem jó! Ezt beszoptam. Nem baj, megoldjuk. Látjátok? Kontrolláljuk itt a dolgokat. Méghozzá úgy kontrolláljuk, hogy ugye muszáj elfutni, mert ugye egyre több enemybe futsz bele egy idő után. Hát az a baj, hogy ugye ezzel a nehézségi szinttel itt már, hogy ugye ahogy mész, futsz, csak még több mindenkit agrózol be a picsába. Ezért kell szépen megállni, összeszedni a sereget, mert elfutni addig, amíg a sereg oda nem teleportál hozzád. És amikor oda teleportál hozzád a sereg, akkor szépen fogni a dolgokat, regroup, vissza, ugye berjük az átkot az erősekbe, nagyon, Benny Hill, igen. Abszolút Benny Hill. Nézzétek meg, egy Dark One csapkod, bazd meg. Két csonti, meg egy gólem.
Azt, amit valaki Lightning Enchanted, mert hát mi más lenne, bazd meg? Rohadjon le! Gyerünk, tessék szépen gyilkolászni. Hú, baszki, itt sokan vannak. Valóban a sámán nem gyilkolják, de mindig újraélesztik a... Nem fogom úgyse eltalálni. Jó, de legalább átvettük a cuccot. Ott a Lightning Enchantos, megöljük, ne izguljatok. Feljelett a sámán. Meghalt már? Jó zsír! Mennyi pók volt itt, te jószagú ég? Végre kicsit. Még mindig itt van ez a szerencsétlen? De miért nézi a falat? Kurva anyja! Nyírt ki! Jó, hogy healed! Látom már. Szóval self-healed a geci. Ez egy ilyen safety támportával, srácok, mert úgy éreztem, hogy meg fogunk halni. De nem. Sikerült dodge-olni a dolgokat. Meg most érted a pók. Jó, mert akkor ha utálod a Lightning Enchantokat, akkor sajnálom, hogy én azt vettem. És akkor ő így maradt. Jó. Na. Tovább. Kegyetlen módon oda basztak a kőszabornak a csontik. Éjjel. Mi lesz itt az Arcane Sanctuary-be, srácok? Meg a Megat Lair-be. Vagyis Lair-be. Lesznek durva dolgok itt még? Ujj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 
Ice Color! Tudom, mindenki dolgozik. Én is néznék szívesen Diablo streameket, de sajnos nem tehetem meg. Most érted, miről beszélek. De ja, legalább élvezd, ameddig van, vagy ott vannak a vodok. De a legjobb része az, hogy most itt vagy. Mindjárt szintet fogunk lépni. Szerintem tovább magyarázzuk majd a dolgokat. Ugye megnézzük, hogy a summon resisten tudunk-e változtatni. Megpróbáltam elátkozni a saját csontfázamat, csak mondom, hogyha valakinek elkerülte volna a figyelmét itt egy kavarodásban. Megvan a VP. De nem kell használnunk, jó? Legalább a VP megvan. És a VP mellett van a kata 3. Jó, és akkor a negyediket keressük, és akkor meglátjuk, hogy Anderi állal, hogy működik a summon necro. Érdekes lesz, szerintem, mindenképpen. Én most fentre tippelek, de a legtöbbször tévedek, amikor map predictionbe bocsátkozunk. Munkaidő? Nem tudom, így a munkával kapcsolatban. Ó, itt is vagyunk. Hát akkor menjünk, srácok. Nehogy már azt mondja valaki, egy overlevelnek vagyunk Andihoz, jó? SOG! Csak viccelő. Az majd. Úristen, megint szint lépés. Hát ez botrány, srácok. Botrány. Azt mondja, hogy increases the resistances of all summoned creatures. Ez amúgy nem egy rossz dolog, de adjunk erre is egyet. Csak azért, hogy már ezzel is erősítjük a csontikat is, és a gólemeket is. Igaz? Szóval, munkaidő, hogy mennyit, tehát hogy ki mennyit dolgozik. Nem tudom, vannak, akik nálam többet dolgoznak alapvetően, meg vannak, akik nem hívják munkának azt, amit én csinálok. Szóval ezt így nehéz meghatározni.
Mennyibe fáj egy Switch? Azt hiszem legolcsóbban a konzolvilágnál van az OLED Switch, az 130. De a sima Switch olcsó. De a Google is megmondja, így van, hogy mondja. Az OLED Switch 130, a sima Switch nem tudom megmondani. Kb. 105. A Lite az meg valami 80? Az nincs Lite. Azt hiszem 79-900 volt, mikor jött. Valami ilyesmi. Én is annyi vettem szerintem. Na jó, mindjárt beszélgetünk tovább, srácok, a munkáról, meg a Nintendo Switch-ekről, de... Andarial. Na, nézzük, hogy működik Andarial Nightmare. Azért nyissunk egy ilyet. Na, hogy gond legyen, jó? Go! Egyből Unique-kal kezdünk. Az nagyon nagy baj, mert beszorulnak a mobok. Ez rossz. És van egy csomó... Aha. Maradjunk. Ne agrózzuk be Andit. Amíg nem muszáj. Húha! Halát, jó. Ez nem Andariából, srácok, hanem az ajtóba spawnolt Unique. Ilyet mikor láttatok utoljára? Mondtam, hogy kell ez a Town Portal. Most őszintén. De pénzért nem láttam még ekkora szopást. Nem ártott volna hoznia. Sokszor, még soha. Na mindjárt nézik Andit. Ököllel baszlak meg, te szemét, geci! Not enough mana. Látok? Közben elfelejtkeztem arról, hogy elfelejtettük Kasimot magunkkal hozni. Bocsi. Not enough mana. Hús már! Őrület, hogy egy kurva zombit ennyire így kell tapkodni. Jaj, ilyen 8-at tudok rézelni, mert nincs rajtam a páncél. Most már tudok még egyet. Jó, Mage-ekből kell 3 darab. Igen, és kell még a gólem. Na! Második kör. Második kör, Andarial. Már most kék lesz, nem? Húha! Kapja! Kapja! Szerintem nem rossz ez. Mozogni nem tud. Meghalt a gecibe. Szerintem nem volt ez rossz. Back to the hell that spawned you, Andariel. Tál, szól, az micsoda, Anta? Az mi? Az melyik? Most se tudja. Jaj, az Insight! Ral, tír, tál, szól. Aha, akkor megvan hozzá minden az Insighthoz. Meg most meg lesz a végleges csicskánk. Ú, basszus, tényleg, srácok? Kurva élet! Az azt jelenti, hogy... Uh...
Májta urás cucc lesz, és akkor... Hogy jobban megéri a Switch-et venni, mint PS5-öt? Hát az attól függ, hogy mire mászol rá. De szerintem amúgy alapvetően a Switch az egy hordozható konzol, a PS5 meg egy basszógép. Yes. Én biztos, hogy először PS5-öt vennék, és utána, ha tudnék még venni egy Switch-et, akkor azt vennék, de amúgy nem. Negyvenegyedik szintek vagyunk, szerintem az teljesen jó. Olyan 65 körül kéne menjünk Hellbe, úgyhogy nekem ez így adja. Szóval, ja. Ez is igaz egyébként, igen, hogyha sokat utazol, és alig vagy otthon, akkor nagyon nem kellene pörgetni a Switch-et. Vagy mi az Isten a PS5-öt? Gabkovács, köszi 51 harmadat, 8, köszi szépen! Lehet közel, tehát elméletileg nem tudsz előfizetni, ha bannalva vagy 8. De tudsz róla, hogy bannaltak, vagy csak úgy simán az vagy, mert mostanában volt egy pár embernek gondja ezzel. Az új szabályok miatt, ami a Twitch-re, amikor Twitch-re jöttek. Aztán nincs hely, te jó ég. Na jó, kérdés! Mostanában már szilika, hogy nem szoktam otthon játszani. Annyira sokat. Ritkán diablózni szoktam. De az más, az nem játék. Az maga az élet. Baszki. Várjátok meg kicsit. Véletlenül shared-be raktam a pénzt. Ide akartam. Jó. How may I help you? Oké. Kérdés, mielőtt beszélgetünk tovább. Ja, meg előtte még. Várjátok. Hú, igen, nagyon fontos. Kasim? Viszontlátásra, uram! Köszönjük a szolgálatot, remélem, hogy nem kell többet dolgoznod, és nyugdíjba tudsz vonulni. Na, Higher! Higher and higher! Mizan lesz az, ahogy látom, vagy Kalan? Kalannak jobban tetszik a neve. Májta ura! Plusz 80% damage az összes csontvázra, gólemre, és saját magára is. I'll put that to good use. Zsír! Na, következő kérdés, mielőtt tovább beszélgetünk, srácok. Hol a peniszben találunk négyes? Igen, ismerem a Diablo-t. Négy szöketes polármat. Az hol tudunk találni ennek a Józsefnek? Akit Kalannak hívnak máskülönben. Normál bacitól fel. Vagy normál káó, vagy nightmare káó. De ott nem találjuk szöketelve, nem? Ott simát találunk. Na, mindegy. Lényegtelen. Jó van. Menjünk. Menjünk, azt nézzük a polármokat. Jöhetünk, nem a Rocky Waste-re jövünk, hanem a pincébe. Ide ebbe a lófaszba. Meg még kéne ármit építeni. Kell egy ilyen is. Tessék, hallja meg! Úristen, de táposak, te jó ég! Megkapcsolta az aura? Plusz 80% damage, na elmész a picsába. Na, szépen megyünk akkor tovább. Ez már nagyon nagy előrelépés, srácok, ez a... Ubasz meg champion íjászok. Hűha!
Hagyjál! Nagyon jó. Very big XP, úristen. Miért hasonlít ennyire a Thorns-ra? Ez Might! Most beszártam, megint rosszat választottam. Látjátok? Choke point! Egy nap lesz, míg kinyírják. Nem baj, ráim. Golem megint alszik, de jó. A Maggot Lair az megint olyan lesz, mint az analsex valakivel, bazd meg, aki életében nem haladt még arról, hogy ott ki szoktak jönni a dolgok, nem be. Uramisten! Látjátok, mire jó a teleport? Könyörgöm! Nem lehet másfelé menni? Nem lehet másfelé menni. Anyám, nyírjátok már ki őket, bazd, beszarok! Nyugi, egyszer kifingnak majd. Idő kell nekik. Pedig most a májtal többet sebeznek. Nem izgat? Jó, menjünk szépen tovább. Na, szóval munka. Kérdés, mennyi? Tehát az volt a kérdés, hogy mi a munka, vagy mi nem. Az a baj, hogyha úgy indulunk neki a beszélgetésnek, hogy amit én csinálok, az munka-e, akkor már eleve nincs sok értelme, de amennyiben az a hipotézis, hogy ez munka, amit én csinálok, mármint nyilván nem csak ezt csinálom, amit most láttok, hanem ezen kívül azért más dolgokat is csinálunk. Akkor... nem tudom, hány ember dolgozik egy átlag ember egy héten? Hány órát, bocsánat, hány embert, bazd meg? Úristen, nem a kurvákról beszélek. Szóval, hány órát dolgozik egy átlag ember egy héten? Mennyi az átlagos 40-et? Aha, 40-et. Igen. 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 Hát van, aki többen. Nyilván a 40 órás munkát, most az én is tudom, hogy átlagban, hogy mi van, csak azt akarom, hogy ez egy szerintetek. Így mennyi az annyi. Na ez gond. Most megint futnunk kell. Ú, bazd meg bele a mindenbe. Not cool. Ide kell telízni most az összeset. Aha. Kiszabadítani, jó. Szóval... Golden Enchanted. Yes. Kalan! Rip Kalan. Rip Maita ura. Majd visszamegyünk érte mindjárt. Csak ezt tüntessük el itt ezt a nagy vérbaszást. Jó. Jó, hogy ez 40 óra kínlódás, mivel nem az dolgozza az átlag ember, amennyit szeretne. Hát nem tudom, mi átlagosan, mennyit streamelünk mi átlagosan egy héten? Várjátok. Mondjuk, most már október 1 van, szeptember. What? Érdekes. Mi nagy? Olyan 90 órát streamelünk kb. Átlagosan egy hónapban.
olyan 90 órányi stream van. Durván, legalábbis azt mutatja az átlag. Van egy ilyen összesítő táblázat, meg minden. 90 órás streamelünk egy héten, és ugye az csak egy része annak, amit csinálunk. Annyi, hogy én abban a 90 órában, abban a 90 órában azt mondom, hogy nagyjából az átlagos hónapokban mindegyik streamben benne vagyok. Van, amikor ugye Jani pluszban streamel, de ez az átlag, az, ez anélkül van. Számolva. Igen, meg ugye ott vannak a, ott van a többi dolog, ugye a cíges ügyek, a tech, meg az egyéb tartalmak, amiket ugye streamek között csinálunk. Hát ja, bent én egy nap ugye nagyjából 10 órát vagyok bent, konkrétan itt. Jó, nyilván abban eszek is, meg ilyenek, hogyha ilyesmikre gondoltok. Ó, bassz meg, várjatok, visszahozom szegény jó embert. Greetings. Mert kell a Májta ura. Igen, az asztalos munka, a WC szerelés, stb. Igen, úgyhogy inkább olyan 10 óra. Amennyit bent szoktunk, vagy bent szoktam lenni, illetve bent szoktunk lenni. Hát ja. Nagyjából annyit emészt fel. Majd mindjárt jól bemájta urázza itt a világot, ez a jó ember, és akkor utána jó lesz majd nekem. Most már bemájta urázott mindent. Úgyhogy mehet a pörgetés. Ugye most radamentet kell majd kinyírjuk, ami jó nagy szopó lesz amúgy szerintem. De mindegy. Persze mondom, attól függ, hogy ki mit tekint munkának. Mert sokan nem tekintik ezt annak. Ez ilyen. Mondjuk mellette vállalkozást vezetni, az nyilván egy másik dolog. Most konkrétan a streamerésről beszélek. De van, aki sokkal többet dolgozik. Hát én is, annak idején én is 12 óráztam elég sokat. Konkrétan volt olyan hét, amikor ugye 12 volt 7x7. Az nehéz volt überelni. Ott egy hét alatt két heti átlagmunka tudtad kellett lenyomni, az elég basszó volt. De amíg fiatal nagyon az ember, meg amíg nincsen gyerek, meg ilyenek, addig lehet bírni. Akkor kell basszatni, nem? Meg utána is, amíg bírod. Mindig arra kell gondolni, hogy akkor már nem tud basszatni, amikor már nem bírod. Látod? Azt hány ilyen kis fitymarengető köcsög van, aki itt 20 évesen veri a faszát a kézi monitor előtt. Azt úgy tesz, mintha csinál valamit. Az meg gecire nem. Érted? Most ez ilyen. Ütni kell a vasat, amíg meleg. Vagy nem tudom, van egy csomó közmondás erre. Na nézzük. Itt lesz most már Adamant ugye a level 3-ba. Ja, nagyon lesz itt, persze. Bálint Jenő, én is kereskedelemben toltam a 7x7-et. Az biztos. December 23-án délután már gyakorlatilag szerintem egy porszívó csővel több embert is meg tudtam volna ölni egyszerre. Megvan, Radament. Úristen, itt úgy néz ki, hogy Curse, Májta ura mindenbe játszik, hatalmas csata megy. Nézzétek, hogy összecsaptak, egyenes a vonal, haladnak tovább, és a Radament ugye folyamatosan újraéleszt. Atyaságos úristen, gigantikus a küzdelem. Durva, mi? Micsoda, csata megy, egymásnak feszülve a seregek. Én is folyamatosan élesztek, ő is folyamatosan éleszt. Azt se tudod, mi van. De Radament, ha surroundot kap, akkor rába fik. Fire Enchantos a rohadék. Mindjárt megkapja after roundot.
És már hullik is a feje a Gettinek. Már nem is lát. Már nem is hall. Már lassú. És rip. Book of Skill. A waste of undead flesh. Brisspike. Erre mit mond, bazd meg a nekro? What a waste of undead flesh. Na jó. Ne Filim! Tegnap éjjel fél... mi? Tegnap éjjel fél kettőkor eldurrant a fürdőben a meleg vízcső, panel 6. emelet, nem szallam, most próbálok kikapcsolni, és nem arra gondolni, hogy meddig tudok még egyenesen járni a laminált parkettán. Bazd meg, ne Filim! Az mekkora szopás, rohadtul sajnálom, iszonyatos kényelmetlen az ilyesmi. Ah! Fú, hallod? Ja. Most az biztos, hogy még a fülem is dobogna. A kurva életbe. Hát, nem irigyellek. Próbálj meg tényleg egy kicsit kikapcsolni, mert ilyenkor semmi se segít. A kurva életbe. Végtelen opószopó. New skill. Na, most kell okosnak lennünk, mert... Mert... végül is nem muszáj okosnak lennünk. Lehetünk faszok, mint Pisti általában. Igazából a Fire Master vagy az Iron Golemet meg kell tanuljuk, hogy legyen revive-unk, ugye? Tehát a Golemeken végig kell menni, igaz? Az, hogy a revive meglegyen. Nem? Szedelati, közben köszi a 80-abot. Varhello köszi a 22-t. Gabkovács köszi az 51-et. Jaja, azért mondom, hogy akkor úgy megyünk tovább. Vissza kell kapjuk hős segítőnket, akinek kurvára kéne most már jobb gír. Yes, citizen. Yes, citizen. Citizen. Na, menjünk a messzeségbe. A ragyament rip, így van. Menjünk! Bogárölésre fel! Ú, bazd meg! Ezek azt nem szaroztak. Így egybül. Wow! Ő már állampolgárnak hív. Polgárnak hív. Vigyünk ilyeneket, hogy legyen pénz, azt max kidobáljuk út közben. Ennek az ágnak is imádom a zenéjét. Régen a sportról is nehezen hitték el, hogy lehet profinőzni. Igen, ez igaz. Ez igaz, bár ezt nem hasonlítanám, amit én csinálok a sporthoz, mert azzal megaláznánk a sportot, mint olyan, de egyetértek veled, és látom, mit akarsz mondani. Aquila, köszi a 61 hónapot, azt a kurva, nagyon szépen köszi, hogy ilyen régóta támogatsz minket, és örülök, hogy mindig tetszik ez a game, ez a játék fantasztikus továbbra is, nyilván azoknak, akik szeretik ezt a műfajt. Szerettem mindig loot goleint amúgy, mert itt lehet farmolni szarásig. Főleg, mikor kikapod a bogarakat. Hogy hétvégére teljesen el tudom engedni a munkát? Nem igazán, fejben mindig ott van. Az a baj, meg kell próbálni szórakoztatónak lenni nagyon-nagyon hosszú ideig, nagyon-nagyon sok műsorban, élőben. Itt az élőben van a hangsúly, ahol sokkal nehezebb úgymond vicceset csinálni a nem annyira viccesből, vagy szórakoztató csinálni nem annyira szórakoztatóból vágásokkal, mivel élőben ezt nem lehet megcsinálni. Az egész komoly felkészülést igényel. Például az is olyan, hogy sok kritika éri a podcasteket például azzal kapcsolatban, hogy vezettem a műsort, vagy hogy jók-e a kérdések, vagy hogy elég összetette az egész dolog, vagy mit tudom én.
És én örülök neki ezzel kapcsolatban az észrevételeknek, meg ilyenek, de basszus, rettentő módon rá vagyok pörögve. Nagyon sok napot szoktam készülni azzal, hogy összeálljon a fejembe a koncepciója, hogy mit szeretnék az embertől hallani, milyen legyen az íve a beszélgetésnek, stb. Próbálok valamennyit fejleszteni azon, hogy hogy beszélek, vagy hogy hogy álljak az emberekhez. Tehát igyekszem én nagyon, és remélem, hogy egyre jobb a dolog. Persze nyilvánvalóan tele van hibákkal, és ezeken igyekszem javítani. Csak van, amikor a vendégen is múlik, hogy mennyire partner a beszélgetésben, meg mit tudom én. Én legalábbis így érzem. De mondom, nincs ezzel semmi gond, csak ott például sokszor van azt, tudjátok, hogy úgy érzem, hogy nagy rajta vagyok más. Sokszor előfordul, hogy tudjátok, hogy mondjam nektek, sokszor előfordul, hogy pontatlan információk hangzanak el, vagy ilyesmi podcastekben, vagy mondjuk mit van Abutestben, vagy ilyesmi. Csak ugye hát az van, hogy annyi mindent csinál az ember, hogy ilyenkor idő hiányában nem néztem megfelelően utána, stb. És utána persze nyilván az ember bánja, meg zavar, meg mit tudom én, de mindig úgy kell, azt kell csinálni, hogy nem baj, ez van, bassza meg a kurva élet, legközelebbre jobban meg fogok felkészülni. Mert igazából azt kell nézni mindennel, amit csináltok, ugye, hogy hogyan lehet jobb, hogyan tudsz javítani a hibáidon. Ha azon károksz, hogy miért nem csináltad elsőre jól, annak sok értelme nincs, nem? Úgyhogy inkább azzal kell foglalkozni, hogy legyen legközelebb jobb, legközelebb még királyabb. Ugye a vendégeknek, a témaköröknek utána kell olvasni, utána kell nézni. De ez ugye, ez csak a podcast. Akkor ott van a happy hour, ahol ugye meg kell próbálni folyamatosan tájékozódni a világban történő dolgokról, amellett kell hétköznapi dolgokkal is foglalkozni azért, hogy ugye néha olyan vicceket, olyan poénokat, olyan sztorikat tudjak nektek mesélni, amik közelebb vannak az emberhez, nem pedig ilyen nemzetközi dolgok. Mert azok általában, amik az emberhez közelebb állnak, hétköznapi dolgok, dekapírfűrészelés, faszom tudja, ezek mind olyan dolgok, amiket könnyebben értelmez az ember, sokkal jobban magának érzi, sokkal viccesebb tud lenni. Csak hát nyilván ilyen dolgok nem történnek minden nap, ezért nagyon sokféle dologgal kapcsolatban nyitottnak kell lenni, hogy megjegye ezt, hogy el tud mesélni. És ez csak a happy hour, meg a podcast. Emellett ugye itt van a délutáni stream, a játékiparral meg kell próbálni folyamatosan toppon maradni. Nekem már mind van módszerem, srácok, amik olyanok például, ezt úgy kell elképzelni, hogy nekem a Twitterem az például olyan, hogy ugye próbálom még egy szarrón éljen. Ez jó. Tehát például az, hogy van Twitterem. Bazd meg, ilyen nincs, geci! A rohadt kurva életbe! Ez beszarás! Igen, tehát négy szoketes pólánba betehető, rált írtál szól. Készítsük el ezt. Kapaszkodjatok, srácok, ez jó lesz. Na, szóval, rál, tír, tál, szól, rál, tír, tál, szól, ugye? Rál, tír, tál, szól. Pörög az insight, jó? Rál, tír, tál, szól. Thank you.
itt a lényeg, nem túl sok, nem túl magas a level, nem volt olyan jó a ról, de a meditation aura a lényeg. A meditation aura, ugye, a meditation aura az ugye folyamatosan él ilyenkor magán az emberen. Ugye 37-től 70-ig sebez, genyó. Tehát értitek? Figyeljetek a damage-ét Józsinak. Ja, várjátok, nem is így játszottunk Diablót. Hanem így. Szóval, figyeljetek a damage-ét. Na, szóval ez így jó lesz. Nem érdekel. Jó. Na, sikerült, srácok. Ez jó dolog, nem? Mindjárt beszélgetünk tovább, de ez azért... Na mindegy, szóval ez most így jól jött ki, srácok, szerintem eléggé ez a drop. Őszintén szóval, én nem számítottam arra, hogy csak így casually kidobja nekem ezt a szart. Oda basz az insight. De mondom, a meditation aura miatt már megéri. Jó, na, szóval, visszatérve, az aura így rám is hat, persze. Látjátok, hogy gőzöl a seggem? Látjátok, hogy itt a... Hogy így gőzöl a... Látjátok, hogy gőzöl a seggem? Úgyhogy ez király. Meditation nem olyan rossz nekem. Nekem bejön. És nagyobbat sebez Józsi. Úgyhogy nekem ez így elmegy. Jó? Megyünk szépen tovább. Szóval, srácok, eredetiben hogy nézett ki? Így. Mikor gőzölt? Így. Ez a gőz. Szóval, szóval igen, tehát a felkészülések azok úgy néznek ki, hogy a hétköznapi napokban minden sztori, minden érdekesség, minden dolog, ami felkelti az érdeklődésem, vagy ilyesmi, az folyamatosan ott van a fejemben a happy hour. Tehát ez azt kell jelenteni, ezt úgy kell érteni, hogy úgy képzeljétek el, hogy mondjuk tegyük fel a hétköznapi életemben, családommal, barátaimmal, bárhol, hogyha engem ér valami, mondjuk történik velem valami, amin nagyon meglepődök. Nagyon megbotránkozok. Nagyon megijedek. Vagy behugyozok a röhögéstől. Azonnal ül a telón. Három szót felírok a telónba, hogy jusson eszembe. Mert ez az valószínűleg egy olyan dolog ezen a madárra, ami van, amúgy csak kérdezem. Azonnal ül a teló, beírom, és happy hour-be, hogyha jön valami olyan szituáció, akkor elő tudom rántani a fejemből, hogy így, mert azt feltételezem, hogyha nekem vicces volt, nekem ijesztő volt, nekem megbotránkoztató volt, stb., akkor nektek is hasonló, belőletek is hasonló érzést tud kiváltani, és akkor gyakorlatilag én így szoktam a fejemben tartani a hát mind. És akkor így ezeket gyűjtöm, és ebből egy csomó minden van nekem felírva, és akkor ezekből tudok táplálkozni a sima hétköznapi hírek, meg a sima hétköznapi dolgok mellett. Ez egy nagyon jó dolog, a happy hour-ben, és ugye folyamatosan minden időpillanatban ott kell legyen a fejedben, mert hogyha nem gyűjtesz elég ilyen kontentet, akkor nem lesz jó a műsor, akkor unalmas lesz a műsor, vagy nem, várjál, nem, a renterek ellen is védekezni kell, akkor kevésbé lesz unalmas a műsor, vagy kevésbé lesz szar. Most a Halls of the Dead-et most meg kell csináljuk, srácok? A Cube-ért, vagy most már ilyenkor nem kell a Halls of the Dead? Nem kell. Oké. Okay. Akkor kihagyjuk. Szóval, a Twitterem az úgy néz ki, hogy a gaming hírekben folyamatosan toppon kell maradni, mert hát azért lássuk be, csak ezzel foglalkozunk, meg ugye ott az Aputest Podcast, meg minden. És akkor azt a módszert választottam a gaming podcastben, vagy a gaming ismeretekkel kapcsolatban, hogy mondom, mi lenne, hogyha kitűznénk feladatomul, hogy azok a hírek, amik engem érdekelnek, azokkal rámegyek arra, hogy olyan rohadt gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet, megosszam veletek azokat a gaming híreket, amik szerintem kurva izgalmasak, Twitteren. Így ezt csinálom, hogy ugye folyamatosan figyelek, olyan embereket követek, próbálok toppon maradni, próbálok úgy megosztani híreket, hogy jóval a magyar tartalmak előtt, meg minden, és ez egyfajta challenge magammal szemben, hogy veletek gyorsan megosszam a híreket, meg hogy egy mondatban, hogy mit gondolok róla, vagy kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltak róla, stb. És mivel ezt csinálom, így folyamatosan képben vagyok. Azzal,
hogy mi történik. Ez késztet arra engem, hogy mindig képben maradjak. És akkor a happy hour és ez összetevődik, ilyen szinten, ez így megy. És ugyanezt csinálni kell ugye a tekkel. Megállás nélkül, csak ugye az, azzal kapcsolatban inkább csak annyi van, hogy nagyon sokat olvasgatok ezt után. Így nem marad, így nem marad idő igazából sok azokra a dolgokra, amiket én tartok saját hobbimnak, de próbálom nagyjából összefésülni a dolgokat. Ezért van az, hogy nagyon sok happy hour-ben elő szokott fordulni az, hogy filmekről beszélgetünk, képregényekről beszélgetünk, zenékről beszélgetünk, mert ugye azok az én érdeklődési körömben tartoznak, és ugye ilyenkor tudok róla beszélni valakivel. Mert amúgy a hétköznapi életemben nem nagyon van időm azokkal is foglalkozni. Stb. Ez egy ilyen dolog. Ezekről most csak azért pofázok ilyen sokat, hogy értsétek, hogy miről van szó, mert most van időnk, mert Csóri Nekró közben itt mészárolja a világot. Szóval, ja, ezek ilyen dolgok, srácok, hogy ez kell hozzá, és az a baj, hogy látjátok, hogy így is nagyon sok hiba csúszik a rendszerbe, mert nagyon nehéz úgymond kitrénelni magad olyan dologgal kapcsolatban, mert híresen nem vagy jó. Például nekem a beszélőkém egy óra hosszás happy hour-ra, amiben a faszkódás megy, meg gameplay alá kommentárként, van akinek vicces. De amúgy meg kurva szar. Így a beszélőkém, mint olyan. És ehhez rohadt sokat kell tréningezni magad, meg nagyon-nagyon sokat kell gyakorolni, hogy ez jobb legyen. Mert mondjuk egy podcastben, ahol nincs mellette game, nincs melletted valaki, aki veled együtt baromkodik, hanem úgymond egy másik embert kell beszéltes, és magadnak is szórakoztatónak kell lenni, mondjuk másfél-két és fél órán keresztül, ott nagyon kijön, hogyha szar vagy. És ez az a másik dolog, ugye, hogy ott azért nagyon nehéz erre odafigyelni, érted? És azzal kapcsolatban nagyon-nagyon nehéz minden egyes alkalommal megpróbálni toppolni, de hát ez van, és néha reménytelen. Ezért szoktam nektek mondani azt például, tudjátok, hogy hogyan kell a dolgokhoz állni. Nyilván én sem tudom, csak tapasztalatot tudok megosztani veletek, hogy ezek a dolgok nem mennek egyből. Senkinek. Ez nem ilyen dolog. Itt igazából az kell, hogy van egy podcast, megéled ugye belülről, megnézed, utána, vagy csak belenézel, és akkor így gondolkozol, hogy oké, ez szar volt. Mit kell következőnek mit kell a legközelebb jobban csinálni? És tudod, igazából nem is az a lényeg, mert azt nagyjából meg tudjátok határozni, hogy mit lehet jobban csinálni. Ezzel nincsen baj. Igazából itt a motiváció a lényeg. Hogy és mégis meddig próbálkozol? Mikor mondod azt, hogy oké, bassz meg, ez nekem nem. Csőnök szora! Köszi az 57 hónapot! Köszi László! Nagyon köszi, haver! Köszi a támogatást! Örülök, hogy így van!